Szeptember első napján az elmúlt hónapokhoz képest megnövekedett a forgalom. Az iskolakezdés miatt rengeteg autós, biciklis és gyalogos lepte el a várost a reggeli órákban. A rendőrök a jelenlétükkel próbálták megakadályozni a baleseteket. A Domovár rendőrkapitányság, mint minden évben, idén is készült a tanévkezdésre, kiemelt feladatunk a baleset megelőzés, ezért fokozott rendőri jelenléttel vagyunk jelen az iskolák környékén, gyalogátkelőhelyeken kiemelt feladatunk az, hogy a gyalogátkelőjéket járművezetek úgy közelítsék meg, hogy baleset ne történhessen. A tervek szerint a tanév első hónapjában, azaz szeptemberben fektetnek nagy hangsúlyt az átkelők ellenőrzésére. Reggel 4:48-tól 3:48-ig tartózkodnak kint az iskolák környékén, és a forgalmasabb átkelőhelyeknél rendőrök. Nagyon megnyugtató, mert itt elég veszélyes ez az útszakasz. Többször volt már gyalogos baleset, hogy elütötték a gyalogost, hogy átkelt a zebrán. A szülők szerint észrevehető a közlekedés változása, a rendőri jelenlétnek köszönhetően több autós is megáll, elengedi a gyalogosokat. Éppen most mondtam, hogy meg tudnak állni most a kocsik. Kapásuk megállnak. Most egy hónapig biztos kint lesz a rendőr, utána majd már nem lesz kint. Mennyivel biztonságosabb ilyenkor például a gyereket egyedül elengedni, vagy nem tudom, hogy meddig tervezitek őt kísérni? Egy hét. Most már hatodikos, most már muszáj elengedni a kezét neki sajnos, de nagyon megnyugtott, hogy kint áll a rendőr. Máskor is kint állhatna. Ambrus Attila, a Dombóvári Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti alosztály vezetője elmondta, hogy megyei, valamint országos előírás az, hogy ilyenkor fokozottan kell figyelniük, de természetesen, ha az intézményvezetők jelzik nekik, hogy szükség van rájuk, akkor évközben több alkalommal számíthatnak a rendőri jelenlétre.